Most a vezérszónoki jogommal is beszélek a pulpitusról, hogy ne kelljen önnek háttal ezt megtennem, azon kívül pedig ez az első. A törvényjavaslattal egyetértek, azt támogatom. A közép- és kelet-európai halászat fejlesztésért elnevezésű nemzetközi szervezet, más néven Eurofish megállapodás harmadik cikkében található célok, úgy mint a tagok közötti szakmai és gazdasági együttműködés elősegítése, a halászati erőforrásokban rejlő lehetőségek maximális kihasználása, a magánszektor beruházásainak előmozdítása, hozzájárulás a kereskedelem ösztönzéséhez, valamint a régión belüli és kívüli export lehetőségek maximális kihasználása mind-mind ösztönzik a magyarországi halgazdálkodás és akvakultúra fejlesztését. Erre szükség is van, mert mint ahogy az Eurofish megállapodás is fogalmaz, nemzeti fejlődésünk alapvető ágazatáról van szó. Itt szeretném mindjárt megjegyezni azt az örömteli változást, hogy a magyar emberek halfogyasztása az utóbbi időben növekvő tendenciát mutat. Ebben bizonyára a halhús áfa tartalmának 5%-ra csökkentése is szerepet játszott. Az alig 6 kg per fő éves átlagos halfogyasztásunk, amiben beleérthető az importált tengeri halak, mint például a hek, és az úgynevezett seafood is, még így is messze van a 24 kg per fő éves Európai Uniós átlaghoz viszonyítva. Sajnálatos módon azt is meg kell jegyezni, hogy az export-import mérlegünket tekintve sem állunk jól. 30 millió euró értékben importálunk halat az országba, és csupán 10 millió euró értékben adunk el külföldre. Könnyen megállapítható tehát, hogy a magyarországi halfogyasztást ösztönözni, a halgazdaságunkat pedig a továbbiakban is fejleszteni szükséges. Tisztelt Országgyűlés! Mi történt ezzel szemben? 2015 májusában megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeinken. Ki kell mondani, ez egy politikai döntés volt, mely egyértelműen a horgásztársadalomnak kedvezett. Ennek a döntésnek voltak és vannak károsultjai. 200 halász család vesztette el a megélhetését, és ők a mai napig nem kaptak semmilyen kompenzációt. A társadalmi béke kedvéért véleményem szerint felelősséget kellett volna vállalni a kormánynak a szakmájuk gyakorlásától megfosztottak kárpotlásában és egyúttal halászati eszközeik megvásárlásában. Félő ugyanis, hogy ezek a bajba jutott emberek korábbi munkaeszközeiket idővel pénzé teszik, és a jövőben rapsicok fognak vele illegálisan halászni. A természetes vizeinkből, így többek között a Dunából, a Tiszából és a Balatonból hálóval kifogott halat jelenleg nem lehet kereskedelmi forgalomba hozni. Somogy megyei képviselőként kimerem jelenteni a vicc kategóriája, hogy a balatonparti éttermekben, halsütödékben 2013. decemberre a balatoni halászat betiltása óta nem lehet balatoni halat kapni. Turisztikai és országimás szempontból is elfogadhatatlan, hogy a térségben lakók és az ide látogató vendégek nem fogyaszthatnak a jó minőségű, kulináris élményt nyújtó balatoni halból. Nem véletlen, hogy pár évvel ezelőtt maga Orbán Viktor miniszterelnök úr is hangot adott felháborodásának az ügyben. A kormány azóta lépett, és lehetővé tette, hogy a balatoni halgazdaság ma már árulhasson balatoni eredet megjelölésű halat. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmet, hogy ez a szemfényvesztés tipikus esete. Ezek a halak ugyanis nem a magyar tengerből származnak, hanem a Balaton vízgyűjtő területén található tógazdaságokból. De visszatérve eredeti témánkra, az Eurofish megállapodásra és az abban célként meghatározott a halászati erőforrásokból rejlő lehetőségek maximális kihasználására. Ha már erről beszélünk, javaslom, hogy induljon el egy szakmai alapú párbeszéd azzal kapcsolatban, hogy első lépésben legalább a tóban található úgynevezett invazív fajok, az ezüstkárász, a busa, a törpeharcsa és az angolna kereskedelmi célú halászata legyen megteremtve. Ezek a nem őshonos, biológiai káros, ám megfelelő módon elkészítve igen ízletes fajok kihalászása a tóból különösen ajánlatos. Közülük ugyanis némelyik táplálék konkurenciája a rendkívül kedvelt süllőnek, némelyik pedig kifejezetten zavarja a horgászok rekreációját.
Kimerem mondani tehát, hogy mind a horgászok, mind a halászok, mind a balatoni turizmus vendéglátás érdeke, hogy tudjunk fogyasztani az imént felsorolt halfajokból. Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik Magyarországért mozgalom kitűzött célja a magyarországi halfogyasztás növelése és az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Megállapítható ugyanis, hogy azok az emberek, akik számottevően több halat esznek, számottevően tovább is élnek. Az Eurofish megállapodás közvetett módon ezt a célt is szolgálja, ezért javasolni fogom a Jobbik frakciónak, hogy támogassa azt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr!